Sziasztok! Ebben a videóban takabakezni fogunk, és part, nem tudom, anyadik jön most, majd megnézem, ahogy szoktam, mert mindig elfelejtem. Mindegy, akkor kezdjük is el. Másnap reggel. Jó reggelt, jó reggelt. Keltjük fel a gyerekeket, rendben. Bonnie, életem. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi a baj, kicsim? Kicsit rosszul vagyok. Ó, picikém. Sajnos tudod, hogy most romlott el a lázmérőnk. De a gyerekboltban van, szerintem. Jó reggelt, Léna! Jó reggelt, Léna! Jó reggelt, anya! Jó reggelt, apa! Mi a baj, kicsim? Mi a baj? Kicsit rosszul vagyok. Már te is! Bonnie is rosszul van. Tényleg? Akkor biztos elkaptuk. Ja, nyugi, elmegyünk a gyerekboltba venni egy lázmérőt, mert most romlott el. Oké, itthon tudsz maradni egyedül. Persze, itthon tudok. Rendben. Hát menjünk. Rendben, nem tudom, mi lehetett. Én sem. És akkor azt hiszem, hogy ja, itt van. Jó napot. Kell szatyor? Nem, köszönjük. Jó napot. Jó napot. Mit szeretnének? Egy lázmérőt. Nézzük csak, lázmérő. Ah, meg is van. Több gyerek ezt sajnos játék lázmérőnek használja. Értem. Tessék. Mennyibe is fog kerülni? Várjátok, dobok egy kis pénzt! Ja, Istenem! Ez 500 forint. Ó, értem. Akkor tessék. Jön, drágám. Köszönöm szépen. Pénzt. Szívesen. Még valamit? Kérnénk egy... Nem kérünk már semmit, ugye? Igen. Nem kérünk. Rendben. Akkor köszönöm, hogy itt voltak. Nagyon szívesen. Viszlát. Menjünk. Viszlát. Jó. Várjátok. Ez jó volt, Hugi. Ügyesek voltunk. Igen. Végre elhitettük anyáéka, hogy betegek vagyunk, és ezért csak velünk fognak törődni. Úgy hallom, jönnek. Gyorsan feküdj vissza az ágyadba, szomorúan. Megjöttünk, gyerekek. Szia, anya.
Szia, Bónikám! Na, hagyd nézzem a lázat. Ez hideg! Tudom, de... Azt kell most tizenned. Hát, az szuper. De jó, be is tört az üvege, ki is folyt az a mérgező szirup, vagy mi belőle. Hát igen. Szuper, most vettünk egy 100 forintos lázmérőt, erre elteri a gyerek, ja. Mindegy, ezt dobhatjuk is ki. Igen. Te jó ég. Á, nem tudok úszni, nem tudok úszni. Jézusom, jaj, gyorsan kicsim. Gyerekem, ne ordítsa már ilyen hosszan. Kicsim, nyugi. Csak feküdj vissza. Ezzel. Ez nagyon meleg. Hát, pedig fáznod kéne. De jó ég. Léna, sajnos nem tudjuk megmérni a látadat. Aha, szuper. Nem baj, nem baj, nekem nem kell az a hideg lázmérő. Ó, kicsikém, hozzunk neked narancsot, vagy valamit. Igen, jó Istenem, úgy fáj mindenem. Ó, rendben. Ez jó volt. Ó, Istenem, most kényeztetni kell őket. Igen. Egy kis eper. Kérsz egy kis barackot, Bonikám? Igen, nagyon kérek, de levehetem még ma ezt a hálózsákot. Drágám, csak fázni fogsz. Nem érdekel. Ó, Istenem, majd én vágom ezt. Rendben. Oké. Haj, hol van a kés? Nem tudom, életem. Igazából már 26 éve itt élünk a házba, de azért nem lehetett rájönni, ugye? Hát nem. Valóban. Hát felesleges volt kivenni mindent. Kést kell vennünk. Lehet. Hogy azt? Mindegy, nem baj, így is jó. Valóban, jó lesz így is. Igen. Várjatok. Így. Tökéletes. Anya, barackot akarok! Jól van, kicsim. Húzom, hozzuk. Tessék. Na vége! Etessél is! Jól van! Ó, Léna! Miért? Mi olyan vicces? Jó! Ó, én láttam egy vicces videót a teómon. Azon röhögök, még tegnap láttam. Most meg eszembe jutott. Ó, de rosszul vagyok. Ró, én kicsikém. Etesselek. Fúj, biztos, hogy nem. Kérlek, hozz cukrot! Rendben, drágám, hozok egy tányérba. Hogyha van. Várjatok. Gyorsan. Hozok egy cukrot. Jó van. Viszek az én édes szerelmemnek. Cukorkát.
Fú, ki se lehet bontani? Istenem. No, de... Sőzét is viszek, ez így pont jól jött, de most... Ebből is lehet csinálni sütit. Mind a kettőtöknek viszek egy kis süteményt. Még mindig cukor kéne, a anya. Ó, jól van, tudom. Tessék a süteményed. Na jól van, ezt több a soknál. Drágám, ilyen kamaszok beteged nem tudnak járni. Ezt meg honnan veszed? Elegem van, több a soknál. Ez már mindennek a teteje. Nem igaz, nem. Hú. Nem, én ezt nem viselem. Áll. Anya, be kell vannom, szuperül vagyok. Szuperül? Ó, drágám, de azért nem menjünk el orvoshoz. Azért elég rosszul nézel ki. Nem. Ideges vagyok. Ezt vigyed kifele ezt a hülye gyümölcsöt. Ó, életem, etetlek. Akkor majd jó lesz. Fúj, anya, ne nyom már tele a képembe. Ezt is. Fúj, na jól van, anya. Elegem volt, elegem. Drágám, meg fogsz fázni, ha haspólót veszel betegen. Nem fogok megfázni. Miért ilyen eszetlen az anyám és az apám? Eszetlennek nevezett Bence. Jaj, Istenem, már nem vagyunk jó szülők. Nem vagyunk. Ó, Istenem. Mindegy, dobjuk ki ezeket. Ó, jó van, szerintem mi is kicsit túlzásba visszük, igen. Én is, már több a soknál, több a soknál. Anya, apa, vigyétek ki. Ó, igen, szerelmem. Meg se adta, na mindegy. Jól van, akkor. Szuperül vagyok. Jól van. Szia, Niki! Szia, Léna! Nem jöttek be a kórházba anyához? Mindjárt hazamegy hozzátok, már nem. Oké, és na, puszi! Puszi! Jézusom!